főszerepben Michael Dudikoff, Vas Gábor. Halálos merülés 2. Zene, Jay Bolton. Fényképezte Tom Calloway. Forgatókönyv Steve Letchow. Rendezte Ed Raymond. Jake, segítsen! Jake!
Csinálj valamit, Jack! Jack! Tarts ki, David! Jack! Nagy, végeztük! Fuller hadnagy! Hagyd békén, a bátyja. Moszkva, 7 évvel később. Hol állva kergetsz, nyinaska? Írd meg az emlékirataidban. 2 hét Nina Romanovval volt életem legerotikusabb időszaka. Az orosz haditengerészet nem támogatná. Halló? De, kto vám nužen? Egy minútu. Grigori parancsnoknak. Yeah. Itt Grigori. De? Köszönöm, hadnagy. Holnap után kihajózunk. Találkozunk az amerikai 6. flottával. Zseniális vagy. Ők fognak kísérni. Egészen Szíriáig. És a pénz... Tudod, hogy nem elég. Több pénzt akarok. A dupláját. Megállapodtunk, parancsnok. Üzenem, hogy több pénz kell. Nincs választásuk. Én vagyok az egyetlen kapcsolat az Odesszával. Hát persze. Nem szeretnénk, ha azt hinnéd, nem értékeljük a segítségedet. Te csak vidd el az Odesszát. És a jégesőt is. A szívem mélyén kapitalista vagyok. Eszembe sincs átverni titeket. A dupláját. Ne felejtsd el. Nem felejtem el, Grigori parancsnok. Amerikai haditengerészet, a 6. flotta parancsnoksága. Küldje be. PNG-k. Uram. Üdvözöllek. Én is önt, uram. Bemutatom Blake századost a felderítéstől. Blake százados, Jake Fuller százados, orvosi egység. Messze van Virginiától százados. Maga is. 4. SZIL csapat, igaz? Igen. Nagyon régen volt. Blake századosnak lenne egy érdekes ajánlata számodra. A 6. flotta harci egysége közös gyakorlaton vesz részt az oroszok egyik legújabb haditenger alattjárójával a földközi tengeren. Magát küldjük a hajóra a csereprogram keretében. Maga vezeti az orvosi kiképző programot a haditengerészet részén. Miért én, uram? Mármint biztosan találna más tisztet is erre a feladatra.
Én hazakészülök az államokba. Jake, folyékonyan beszélsz oroszul. Igen, ezt értem, uram, de... És Blake százados szerint a te felderítői múltaddal... Hasznos megfigyelő lehetne. Az igazat meg, Vava, uram, manapság már csak orvos vagyok. Nem igazán érdekel az ilyesmi. Ez egyszerű ügy, Jake. A lényeg, hogy tartsd itt a szemed. Jake? Elő is léptethetnek. Maradjon itt. Várjon, amíg vissza nem jövök. Da. Mi lenne, ha inkább készítenék egy teát? Nos? Dubrovnik, Horvátország. Nézd, én megértelek. Az asszonytól levelet készítem. Alig várom, ahogy vége legyen ennek a rohadt háborúnak. Persze. Végre hazamehetek. Adsz egy cigit. Hogyne? Bocsánat, dolog. Igen. Hey. Ne! Ők voltak az utolsók? Adják át Grigori parancsnoknak. Az Odesszán. A 18-as állás várja magukat. Vigyék a holtesteket a raktárba. Silver nagykövet úr, én tudnám meg először, ha hiányozna egy nukleáris fegyverünk. Hiszen itt nem holmi kis gyerekjátékról van szó. Kérem, ne értse félre, miniszter úr. De a felderítésünk szerint egyre több fejlett orosz fegyver bukkan fel a harmadik világországaiban. Ez barátságtalan lépés a nyugattal szemben. Ez egy belügyi kérdés, uram. Mi még nem bukkantunk olyan információra, ami az Egyesült Államokra is tartozna. De... Ha mégis? Azt hiszem, nem voltam elég világos, miniszter úr. Azokat a hiányzó fegyvereket az Egyesült Államok ellen akarják bevetni, és ez nagyon aggaszt minket. Ha kilövik őket, hasonlóképpen válaszolunk, és könyörtelenek leszünk. Elnézést kérek, miniszter úr, de számunkra is az lenne a legjobb, ha együttműködnénk. Igaz, nagykövet úr? Ez a helyzet, amennyiben igaz, engem is nagyon aggaszt. Alaposan utána fogunk nézni. Talán... Hajlandóak lennének segíteni? Boldogan megadunk minden segítséget. Megérkezett az utánpótlás parancsnok. És a személyzet tagjai? Nos, ők hűvösebb éghajlatra költöztek. Ez a kifutott, uram. Köszönöm.
Kösden. Jake Fuller százados, hallott már róla? Nem. Lelkiismereti okokból tagadja meg a szolgálatot. Szerintem gyáva alak. Slavin szerint 10 perc. Előre nézzen, Kelgonov! Ez az utolsó. Te izzadt, Slavin. Ez nem van rád. Hiányzik a levegő. Azért csak lélegezz. Kösz szépen. Kelgonov hadnagy? Igen, uram. Vegye át. Tartsa a jelenleg irányt. Jelenleg irányt tartani! Nikita, 3 perc. Petrov már elindult. Ezt oszd ki. És Daninsky, mélyeket lélegez. Értettem. Akkor minden rendben van? Igen. Ellenőrizd a rakétateret. Ti ketten, nézzetek körbe, vannak-e túlélők? Ha igen, öljétek meg őket. Mozgás, indulás! Értettem, százados! Meg
van! Nikita! Lélegezz! Lélegezz az istenit! Jó. Miért? Mert Nikita létfontosságú a küldetésünk során. Te már megtetted a magadét. Egy kis ajándék. Nina Romanovától. Dobjátok ki a légzsilipen át, és szerezzetek orvos Nikitának. Meg kell mentenünk. Viszont admirális úr, Jake Fuller százados, jelentkezem. Pihenj, százados. Tessék, ezt nézze meg. Az Odessa. Szerintünk is. Morze jelzéssel jött az orosz haditengerészet vészjelzése. Orvosi vészhelyzet? Azt nem tudjuk. Pár perc után abban maradt az adásuk. Lehet, hogy a motorral van valami baj. De akár lázadás is lehet. Lázadás? Hű, tisztelettel, uram, amennyiben ez nem orvosi segélyhívás... Százados, olvastam az aktáját. Csak nem ürügyet keres a szolgálat megtagadásra. Nem, uram. Én katonaorvos vagyok. Nem javítok orosz tenger alatt járókat, csak embereket. Százados, ez parancs megtagadás. Uram... Amint odaérünk az Odesszához... Intézkedem, hogy maga is egy nővér a fedélzetre mehessen. Nővér? Svin tizedes, jelentkezem, uram. Tizedes? Vigye le a századost a konyhába, és adjon neki egy kávét. Hosszú éjszakája lesz. Uram? Százados. Távozhat. Uram? $190, $200. Nálam zéro. Minden rendszer mehet. Százados, az amerikaiak kérdik, kell-e orvosi segítség, hogy küldjék-e már most a látogatót. Látogatót? Valamiféle katonaorvos és egy ápolónő, a kiképzési gyakorlat része. A fenébe. Úgy volt, hogy az amerikaiak csak kísérnek minket, de nem jönnek a fedélzetre. Kár, hogy Grigori parancsnok nem szólt nekünk erről. Kár, hogy rég halott. Ha nem válaszolunk, az amerikaiak tudni fogják, hogy zűr van. Hogy van Nikita hadnagy? Nagyon rosszul. Orvosi segítség nélkül nem éri meg a reggelt. Nem halhat meg, Slavin. Te is tudod. Csak ha jégeső működőképes. Jégeső? Százados, lehet, hogy az amerikaiak meg tudnák menteni Nikita hadnagyot. Az nagyon vicces lenne, Slavin. Add meg a helyzetünket az amerikaiaknak. Mondd, hogy kémiai baleset volt. Az egyik tengerészünk belélegezte a gázokat, és beteg. Kérd meg a látogatókat, hogy jöjjenek, amint csak tudnak. Igenis, uram. Moszkva, az Egyesült Államok nagykövetsége. Zakari, egész éjjel fent akarsz maradni? Nem tudok aludni, sajnálom. Mi van, drágám? Van egy kis gond a minisztériumban, de Sikov nem ismeri be.
Gondolod, hogy hazudik? Szerintem nem mondott el mindent. Hát, tudhattad, hogy mit válasz ezzel a pozícióval. Olyan nagy reményeim voltak, hogy kibontakozhat a kapitalizmus. Hogy Amerika segítsen felépíteni egy új Oroszországot. Én segítettem megírni a beszédedet. Megint prédikáltam? Csak egy kicsit, drágám. De ezért szerettem beléd az egyetemen, mert mindig olyan szenvedélyes voltál. Nem is illettél oda. És te voltál a legszebb diáklány, akit valaha láttam. Ennyi, nagykövet úr. Azt mondta az eszem miatt szeretett belém, miután átírtam a csapnivaló szakdolgozatát. Ó, azért is igen. Mindig remek poénokat írtál. Valakinek értenie kellett hozzá, te nem tanultál politika elméletet. De most feküdj le végre. Ne aggódjon! Csak csinálja azt, amit ér! Hívja a harci egységet. Mondja, hogy tartsák negyed sebességen. Addig nem megyünk el, amíg nem hallunk Fullerről. Igen, uram. A felszínen vagyunk. Az amerikaiak készen állnak az ugrásra. Helyes. És ne felejtsen el ugrani! A táskát! Разрешение. Притер набор. Ezeknél kézifegyver volt. Igen, éppen most kaptam meg. Köszönöm. Mi történt? Hírügynökségi jelentések. Robbanás volt egy dubrovnyiki húsraktárban. Mindenki erről beszél. Biztos nincs más hírük. Az háborús övezet. Biztos bosnyák lázadók voltak. 15 orosz tengerész holttestét találták meg a raktárban. Mindegyik az Odesszára lett volna beosztva. Az Odesszára? Igen. De jó ég. Híreink szerint 2 haditengerészeti tiszt holttestére bukkantak a déli partvidék egyik tengeri kikötőjében. A tisztekkel 2 golyó végzett, majd bevonszolták őket egy elhagyott raktárba és a húsfagyasztóban hagyták őket. A nyomozóknak 6,5 órájukba telt, míg átkutatták a területet és megtalálták a holttesteket. Mindkét tisztet az Odessa nevű elit orosz tenger alatt járóra osztották be, amely napokkal ezelőtt tűnt el a szírparton közelében. A hajó eltűnéséről és az okokról ezidáig semmit se lehet tudni. A rendőrség nemzetbiztonsági okokra hivatkozva eddig nem közölte az eltűnés pontos helyszínét. Az Egyesült Államok szorosan együttműködve az ENSZ-szel már dolgozik a probléma megoldásán. Ellenszert kapott, ami hatástalanítja a belélegzett mérget. Ez az adrenalin injekció néhány óra alatt biztosan rendbe hozza, de nagyon gyenge lesz. El tudja látni a feladatát? Még jó néhány napig hány ingere lesz, amíg ki nem ürül a testből a méreg. De most pihennie kell. Furcsa, hogy rögtön tudta, miféle ellenszert kell beadni. Mert pont ilyen tüneteket láttam az öbölháborúban.
Megmutathatom a parancsnoki hidat, százados. Kapcsolatba kell lépnem a hatodik flottával. Tizedes? Én itt maradok, és szemmel tartom a betegünket. Segítene egy kicsit? Persze. Szóljon az embereimnek, ha elkészült. Mi a fenével mérgezték meg? Vezda 9-el. Ideggáz. A nácik fejlesztették ki a második világháborúban. Irak is használta az öböl háborúban. És mit keres egy orosz hajón? Ez jó kérdés. Talán kérdezze meg őt. Akkor megyek. Fullertől jött. Beteg, jól van. Orosz hajó folytatja a gyakorlatot. Hajó nem sérült meg. Üzenem a bátyámnak, hogy aggaszt a koszt. A bátyának. Távozhat. Az amerikaiak vették az üzenetet. Továbbra is tartjuk az irányt. Köszönöm, Slavin. Most láthatja, hogy mi hogy csináljuk. Hát, egy valami biztos. Ez egy csodálatos tenger alatt járó, szép tiszta. De a legénysége kevésnek tűnik. Az Odesszán szinte minden művelet automatikus. Ide nem kell túl sok ember. Még hajóorvos sem. Az kell. Éppenséggel Nyikita hadnagy az orvos a tenger alatt járó. Akkor gondolom örülnek nekem. Megkínálhatom egy kis borral, százados. Köszönetünk jeléül, hogy megmentette az elvtársunkat. Ha megengedi. Remek bor. Kitűnő évjárat. Egész jól kerestem, pincérként. Bizony, ezt nézze meg. Tudják, ebből fizettem a tandíjamat. Bizony. Nos, akkor... az orosz medvére. Hurrá! Hurrá! Igen, hurrá! Parancsoljon. Egy új nyit. Tudják, sok szépet hallottam az orosz nőkről, és remélem igazat. Mi az ábra, ha? Nazdarovje. Nazdarovje! Talán mégsem a legjobb évjárat. Szép volt, Bulganyin. Zárd be a kabinba a nővel, és vigyétek Nyikitát a kabinomba. Szerintem öljük meg. És a lányt is. Nyikita hadnagynak még szüksége lehet orvosra. Élve kellenek, amíg fel nem gyógyul. Uraim, próbáljanak megnyugodni. A szírek rengeteg pénzt fizetnek nekünk ezért a csodás tenger alatt járóért. Jó lenne életben maradnunk, hogy élvezhessük. És ha nem fizetnek? A világ egyik legfélelmetesebb fegyvere a mi kezünkben van, uraim. Nem mernének átverni. A vendégekkel időt nyertünk, de én... 24 órát kaptunk tőlük. Addigra már úgysem fog számítani. Közel leszünk a szírvizekhez, és a világ legerősebb flottája lesz a kíséretünk. Pihenj! Van egy kis gondunk az Odesszával. A kémelhárítás azt gyanítja, hogy talán terroristák vették át a hatalmat. Ez komoly kérdés. Van bizonyítékuk? Csak néhány halott orosz tengerész, akiket egy horvátországi húsraktárban találtak. És egy jelentés Fullertől. Üzenettel a bátyjának. Üzent neki? Hisz a bátyja halott. Ebben benne van. A helikopteren elolvashatja. Azonnal indul a Jeffersonra. Ha ez igaz, az egyetlen reményünk egy katonaorvos, aki nem hajlandó fegyvert fogni. Isten óvja minket. Kérek engedélyt beszélni, uram. Tessék. Olvastam Fuller aktáját.
biztosan üzenni akart nekünk. Ha az Odesszát elfoglalták, Isten óvja a terroristákat. Fuller százados, ébredjen! Fuller százados, ébredjen, uram! Fel kellett ébresztenem. Hány óra van? Pontosan dél, uram. Mi a parancs? Parancs? Uram, talán meg kellene tudnunk, ki vette át ezt a hajót. Hogy mit akarnak vele, és közbelépni, uram? Nem. Megkeresni a raktárokat? Nem. Lopjunk fegyvereket? Nem. Csak hozzon egy aspirint. Igenis, uram. Parancsol egy italt, nagykövet úr. Apám szerint sosem szabad politikusokkal inni. Szerintem még azt is letagadják, hogy mit reggeliztek. Érdekes. Ha nem tévedek, maga is politikus, Mr. Silver. A hazámat nagyon aggasztja ez a helyzet, ami kezd irányíthatatlanná válni. Nem is akarok arra gondolni, hogy az önök tenger alatt járója, és a mi flottán között, a földközi tengeren, kialakulhat egy incidens, amit mindketten megbánnánk. Nos, rendben, nagykövet úr. Valójában tegnap óta képtelenek vagyunk kapcsolatot teremteni az Odesszával. Az az igazság, hogy a helyzet egyre... veszélyesebb. Mennyire veszélyes, uram? A tenger alatt járon van némi áru. Miféle áru? A jégeső? Van fegyverünk, uram? Fegyverünk? Ez megfelel? Hát, ha van hozzá egy üveg borunk. Ezt. Jó, várjon. Igen, tudom. Én is fáradt vagyok, de még egyszer csinálja meg, jó? Csak egyszer. Jó. Induljunk. Na jó. Kralicki jelentkezett? Nem. Menjetek, nézzétek meg a foglyokat. Ha Kralicki ivott, öljétek meg. Daninsky, vedd át a helyét. Igenis, uram. Erre. Maradjatok itt.
Ellenőrizzétek a folyosókat és a kabinokat. Keressétek meg Kralit. Értve. Slavina hídnak. Petrov. Kralický halott, a foglyok megszöktek. Hogyan? Keresd meg az amerikaiakat. Élve kellenek. Igen, uram. Biztosan nem keresnek. Jó, nyomás. Pont jókor, százados. Épp egy kis vadászcsapatot küldök az Odessa után. Mielőtt megtenné, uram, ezt olvassa el. A rangom nem fogja lenyűgözni, uram, de az aláírás a papíron igen. Ugyan. Rendben, százados. Adok magának 12 órát, nem többet, aztán kilövöm a tenger alatt járót. A százados. Készen áll? Azt hiszem. A kulcs önnél van. Meddig tart bevinni a célpont koordinátáit? Előbb fel kell robbantanom a rakéta elhárító rendszereket. Hat város, 6 óra, talán több is. Elnézést, uram. Most blöffölünk, ugye? Hát persze, Daninsky. Mint egy amerikai pókerparti. Csak megemeljük a tétet. Ahhoz képest, hogy nem akar fegyvert fogni, egész jól öl. Várjon. Sajnálom, olvastam az aktáját. Hogy a fenébe fért hozzá? Kezd forrósodni a fém. Itt lehet a rakétatér. Gyerünk. Talán megijedtél, Daninsky? Nagyon régóta szolgálok önnel, százados úr. Ez a küldetés pénzről szól, semmi másról. Nem másról. Vissza a helyedre. Menjetek a rakétatérbe. Én ellenőrzöm a fegyvereket. Igen is. Jézusom, szóval igaz. Hogy lövik ki ezt az izét? Hidraulikával. Felemelik és az orrát becsúsztatják a kilövő állásba. A fedő neve Jégeső. Az orrban 6 robbanófej van, mindegyik külön célpontra állítható.
hatástalaníthatjuk? Mindjárt kiderül. A felderítési jelentések szerint az oroszok még a biztonsági tesztek vége előtt beélesítették. A robbanófejek nem stabilak. Ha megtámadják a tenger alattjárót, vagy idő előtt felrobbantják a rakétákat, ez az egész tenger nukleáris felhővé válik. A hídról indítják, itt semmit se tehetünk. Remek. Vegyük át a hídat. Menjünk. Várjunk csak. Ezt tanítják az ápoló nőknek, tizedes. Svén hadnagy ura. A hírszerzéstől. Hónapok óta követem ezt a kis játékszert. Magának csak be kellett juttatnia ide. Oh. Akkor teljesítettem a küldetésemet. Valaki tüzel a hajóra. Belülről. Pisztolya. Tűnjön már el onnan! Vigyétek a hídra. Én utána megyek. Kínával tárgyal egy szerződésről. Nem tudom elérni. Egy óra múlva újra megpróbálom. Mondhatok valamit? A fegyverek változnak, de a világ képtelen felhagyni a kaubojos és indiános játékokkal. Régen egyszerű volt a diplomácia. A háború is. Százados. A parancs szerint felkutatni és megtámadni. Ez háborút jelent. Csak akkor, ha nem támadunk. Merülést megkezdeni. Merülést megkezdeni. Értettem. 20 fokkal lefelé. Thank you.
Örülök, hogy újra látom. Ganida. Gyönyörűen beszéli a nyelvünket, tizedes. De nem mondhatnám, hogy túl nőies a szóhasználata. Nos, mondja el nekem, hol a századosa? Curtis Wayne tizedes. Amerikai haditengerészet sorozat szám 5. Adjon nekik még néhány órát. Sajnos már túl késő, az egyik tenger alatt járunk, útban van feléjük. Slavin, keresd meg Fullert, de ezúttal öld meg. Innen már nem mehet sehová. Fogadjunk. Látja, milyen kicsi ez az óceán, ha a tengerészet üldözőbe veszi. Kedvesem, ha magát a jégeső rakéta miatt küldték, akkor tudja, hogy a rakétafejek nem stabilak. Pontosan ezért szerintem kizárt, hogy az amerikai haditengerészet olyan kegyetlen legyen, hogy veszélybe sodorja a földközi tenger keleti partjait. Tehát nem számítok közvetlen támadásra. Sajnálatos módon maga és a társa voltak az utolsó és egyetlen reményük. Kétlem, hogy a hatodik flotta tudna a jégeső létezéséről. De most már tudják, hogy az Odesszát eltérítették. Maga nekik csak egy célpont. Az nem számít. Néhány óra múlva a jégeső rakétafejei lehullanak a kiválasztott orosz városokra. Kazahsztántól Ukrajnáig a szeparatistákat fogják okolni. Az orosz kormány kénytelen lesz visszaszerezni azokat az országokat, és egy új Szovjetunió emelkedik ki a nukleáris hamuból. De nem lesz jó kapcsolata a nyugattal.
nevezze nosztalgiának, de hiányzik a hidegháború. Na és a legénysége? Meghalnak értem, ha szükséges. Ezt magamtól is észrevettem. Slavina hídnak. Megölte Dimitri. Nem tudtok elkapni egy embert? Százados, amerikai tenger alatt járó, pont előttünk, Los Angeles típusú. Slavin, gyere vissza. Az amerikai tengerészet játszani akar. Értettem. Keresd tovább. Megvan. Pont előttünk, uram. Bakula kategória. Sebesség? 20 csomó. Az Odessa. Na jó. Nagy évre kerüljük ki. Menjünk alá, majd körbe. Hátulról fogunk támadni. Értem, uram. Csökkentsük a sebességet. Ne! Százados, az amerikaiak hátulról közelítenek. Ez egy nagyon kicsi óceán, százados úr. Egyest, kettest elárasztani. Egyest, kettest elárasztani. Rendszert beindítani. Kilövési program betáplálva a kompjúterbe. Egyes tüzel. Egyes tüzel. Egyes indul. Kettes tüzel. Kettes tüzel. Kettes indul. Kilőttek két torpedót. 30 másodperc a becsapódásig. Százados, ha megfenyegetjük őket a rakétával... Nem tudunk közvetlenül kapcsolatba lépni az amerikaiakkal. Százados, az egy Los Angeles kategóriájú tenger alatt járó. Ki tudja kerülni az Odessát? Adja meg magát, amíg nem késő. Az ki van zárva. 20 másodperc a becsapódásig. Elterelő célpontokkal. Még ne. Most mit csinál? Eljátsza, hogy végünk van. Mindkét torpedó a célirányban. 10 másodperc a becsapódásig. Százados! Megcsinálta, milyen Daminsky. Elterelő célpontokat. Becsapódásig 5 másodperc. 4. 3. 2. 1. Most! Elkaptuk, uram. Az még nem biztos. Uram, rengeteg víz alatti törmelék. Igen. Már látok is csavarokat. Rendben. Menjünk 15 csomóra.
Hármast, négyest elárasztani. Igen, uram. Hármast, négyest elárasztani. Elkapjuk a ruszkikat. Uram, a Springfield megint támadni készül. Uram, kérem, állítsa le a támadást. Tudja, milyen veszéllyel jár, ha a jégeső idő előtt robban. Óriási nukleáris katasztrófával kell számolnia. Most az oroszok legújabb nukleáris hajójával kell számolnom, amit valószínűleg terroristák irányítanak. Az amerikai tengerészet ki fogja lőni azt a hajót. És ez a mai parancs. Tisztelettel, admirális úr. Hadd emlékeztessem az aláírásra azon a levélen. Továbbítom az aggályait a parancsnokságra. És megvárjuk a válaszokat. De ennél többet nem ígérhetek. Köszönöm, uram. Jelezze a Springfieldnek, hogy fújja le a támadást. Befogtak minket. Értem, tüzel. Álljunk le. Felmegyünk. Vigye fel a hajót. Értettem, uram. Az amerikaiak felmennek. Ez hiba. Ötöst, hatost elárasztani. Kamrák elárasztva. Leállítják a támadást. Ne lőjön rájuk. Emelkedési sebesség? Másodpercenként 2 láb. Nikita, tápláld be a célpont koordinátáit. Hagyj rá 3%-os gyorsulást a sebességre. Bemér. 5-ös, 6-os tüzel. Ne! Kilőtt 2 torpedót. Elterelő célpontokat. Tíz másodperc. 5. Átjutottak. 4. 3. Uram Isten. Becsapódás. Hatalmas víz alatti robbanás. Az Odessa? Orosz találat. Elvesztettünk 100 amerikai életet, százados. Jasinski? Fuller. 12 kilométer a szírpartokig. Nagyszerű. Mintha még valamit el kellene intéznem. Igen. Swain. Kérem, bocsásson meg, kedvesem, de... Fuller százados! Tudom, hogy hall engem. Most lőttem le a társát. Még nem halt meg, de úgy látom, elég komolyan vérzik. Ha netán szeretné megmenteni az életét, javaslom, hogy csatlakozza hozzánk a híton. Poli van!
Értem, köszönöm. Semmi válasz? Fogadásom van, most nem zavarhatják az elnököt. Dobja el, hölgyem! Jól van, nagykövet úr? Zsikov küldte, hogy takarítsa el a mocskát? Az a részeg disznó. Különös gonddal vigyázok rá. Ő hallgatni fog, ahogy maga is. Sajnos túl közel jár az igazsághoz. Az Odessa? És a rakéták. Nukleáris tűz, hogy fellángoljon egy új hidegháború. Búcsúzzon el az új világuktól. Jól vagy, Zakari? Semmi bajom, jól vagyok, igen. Hívom az orvost. Jó. Nem bírja sokáig, uram. Fuller! A tizedes haldoklik! És mi szegény tengerészek egyáltalán nem értünk a gyógyításhoz. Daninsky, mikor érünk a szírpartokhoz? 43 perc a mostani sebességgel. Fuller, csak maga mentheti meg a tizedest. Nem hiszem, hogy csak úgy hagyja meghalni szegélyt itt. Mi van? Csak nem ilyenben. Megyek. Fuller, akkor várom. Nyílkida, ide az indító kulcsot. Azért jöttem magával, hogy a saját embereinkre lőjek. Daninsky, kérem a pisztolyt. Hát ezt akartad, Nikita? Há? Slavin! Hát ezért jöttünk idáig? Rokonaim élnek azokban a városokban, ahogy nektek is!
rakétatérből fogjuk kilőni. Nem tudom megtenni. De hogy nem tudod? A főparancsnokságtól. Természetesen, uram, nincs más választásunk. Köszönöm, hogy mégis várt eddig, és sajnálom, ami történt. Az nem segít. Minden hajónak evakuálása 34-es szélességi és 34-es hosszúsági fokra. A Jefferson 30 perc múlva indítja a támadást. Mozgás! Gyerünk! Mennyi idő? Az igazat? 10 perc. Ezen a komputeren már beállítottam az indítást. Most már csak át kell programoznom az irányzékot. Hogy jutunk innen? Ne aggódj, Nikita! Vár minket egy hajó. A szíriaiak majd felszednek minket. Nikita! Még ellenőriznem kell az irányzékot. Nehogy átverj! Talán baktában lőjünk? Igyekezz! Semmi bajom. Menjünk a jégesőhöz, a rakétatérből indítják. Nem, egy pillanat. Mint az orvosa, ezt írom fel. Mi ez? Vodka. Húzza meg. Kész. Csak az időzítő van hátra. Nagyszerű, Nikita. Ezért még az új Szovjetunió hőseként fognak emlékezni rád. Thank you.
segítsen! Menjen a fejlőbe! Hé! Ne! Ne menj el! Ne hagyj itt! Gyere vissza! Ne hagyj itt! Én le tudom állítani. Segítsen oda a kompjúterhez, kérem! Nem segít, maguknak is végük. Én mindenképpen meghalom. Gondolja meg. Istenem! Minden hajó a biztonsági zónában állomásozik. Haditenger alatt járunk a helyükön. Mérjék be a célpontot. Igenis, uram. A felszínen van. A felszínen? Uram, jelzés az Odesszáról, de nem érthető, oroszul van. Uram, kérem! Sajnálom. És 60 másodperc múlva. És ha Fullernek sikerült? Nem hagyhatjuk, hogy kilőjék a jégesőt. 60 másodperc, most indul! SOS! Minden hajó tüzelésre felkészül. Kilövéshez
Uram, bejövő üzenet az Odesszán lévő egységtől. Belőjenek! Svén és Fuller. Ismétlen! Övék a hajó! Amerikaiak vagy, belőjenek! Támadás lefújva! Minden gépet leállítani! Hála Istennek! Nagykövet úr, kérem engedje meg, hogy elnézést kérjek azért a kellemetlen fordulatért, ami a minisztériumban történt. Rosszabb is lehetett volna, miniszter úr. A jövő héten találkozhatnánk, hogy elvarjuk a szálakat. Az utódommal fog találkozni. Én sajnos nem leszek elérhető. Minden jót, Silver nagykövet. Mit mondott? Azt hiszem, Sikov hamarosan elmegy a városból, ahogy mi is. Hogy érted? Gondolkoztam. Mikor voltál utoljára a Fehér Házban? Nos, veled voltam, drágám, egy borzasztóan unalmas állami fogadáson. Miért? Csak akarsz ott lakni? Elég. Jézusom. Tényleg jót tesz. Kérdeznék valamit, uram. Hogy végig felszínen maradt az Odessa? A hajó alsó részei valószínűleg azonnal bezárulnak, ha elönti őket a víz. Szerencse, hogy akkor sikerült kijutniuk. Fantasztikus tenger alatt járó. Természetesen visszaadjuk az oroszoknak, de csak miután alaposan átvizsgáltuk. Igen. Hogy van, Svén hadnagy? Tőle kérdezze. Remek munkát végzett, hadnagy. Köszönöm, uram. Úgy bizony. Na, jöjjön, Svén. Üljön le. Fuller százados. Szép munkát végzett a hajón. Szükségem lenne magára a hírszerzésnél. Nekem pedig egy új orvosra van szükségem. Sok szerencsét, uram. Én most elmegyek szabadságra. Velem tart, Svén. Magyar hangok. Vas Gábor. Rosta Sándor. Udvarias Anna.
Balázsi Gyula. Makai Andrea. Tejzi Gyula. Breyer Zoltán. I. és Mari. Fabó Györgyi. Pap János. Ferenc. Kardos Gábor. Galberis Tomás. Megyeri János. Magyar szöveg Kis Katalin, hangmérnök Újvári Péter, vágó Hídvégi Csaba, rendezőasszisztens Albecker Gabriella, gyártásvezető Szász Andrea, szinkronrendező Gyarmati Gergely, producer Kovács Zsolt. A szinkron a Fórum kiadó megbízásából a Synchron Systems készítette.